A Györgyinek két állata volt, Gizi a papagáj. Az egyik az te volt. Okay, akkor Áron. Áron. A kettő volt, akit így gondozni kell, én el vagyok magam. Gizi, aki nálam maradt, és a másik pedig a Gumimaci nevű rajongónknál van, Olga a kutya. És az azért volt megrendítő, mert amikor kijött a hír, hogy a Györgyi meghalt, gyakorlatilag a harmadik SMS a Gumimacitól jött, aki azt írta, hogy az Olgát szeretném magamhoz venni, és ez szerintem fantasztikus dolog. Hát egyetértek egyébként. Ebben van valami nagyon szép dolog, hogy vagy az élet folytatódik azzal, hogy... Dehogy itt, folytatódik, hogy azok, akik elmennek, azok itt hagynak valamit, ami szintén egy élő lény, és hogy az arra azért felelősség van. Ez már Kisherceg történet, nem? Igen. Nem így van? Most ezt kérdezed? Hát igen, te mondod. Persze. Hát akkor így van. Most nem pusztulsz bele, hogy ezzel a madárral állandóan foglalkozni kell? De, belepusztulok, beszélek vele, Gizi, szoktam röptetni. És utána keresed a lakásba, hogy hova a bújt? Nem, általában megkapaszkodik a függönybe, vagy lemegy valahova, leesik, szerencsétlenül. És akkor ott gyalogol egy kicsit, és utána visszakérni. Tanítod repülni egy picit. Igen, de egyébként a György is tanította mindig repülni, tehát minden nap kiengedték, igen, egy kicsit. Dumálni nem dumál a papagáj? Dumálni nem dumál. Volt neki olyan papagája, aki dumált, aki rendben mondta, hogy gyűzike, de... Hát, de mire tanította meg a György? A Gizikére? Gizike, akkor nem tudott, tehát verbálisan nem volt fejlett papagája másik. Nem, ez a mostani Gizi, ez meg...